Sziasztok, elkezdődött a pályaorientációs kalandőrület, ez egy nagyon érdekes, nagyon különleges diákverseny, de ne én beszéljek, hiszen itt áll mellettem az egyik szervező, Balassáné Herceg Szilvia. Szervusz, mi ez a verseny? Jó reggelt kívánok! Hát ez a verseny egy online vetélkedő, ahol a csapatok nem tudhatnak egymásról. A játék lényege, hogy reggel 8 órakor egy időben kezdődik minden csapatnak, elektronikus úton kapják meg az úgynevezett kalandokat, és elektronikus úton is kell visszaküldeniük, és mindenki a saját tempójában játszik, tehát 8 óra után mindenki akkor kapja meg a következő feladatot, amikor az előző megoldásokat visszaküldte. Egy nagyon ikonikus helyen vagyunk, az operátor irodában. Mi az, ami itt zajlik majd pontosan? Az egyik legfontosabb helyszíne a játéknak tulajdonképpen ez a koordinátor iroda. Innen küldjük ki a feladatokat, itt várjuk vissza, amit látjátok itt a háttérben, kivetítőkkel, laptopokkal, projektorral dolgozunk, itt értékeljük a megoldásokat, hogy elfogadjuk-e, itt írjuk a menetleveleket a csapatoknak, hogy ki mikor kapott meg egy-egy kalandot, és mikor küldte vissza, kértek-e jokert, kértek-e segítséget, úgyhogy tulajdonképpen itt ez a játék lelke. Ugye megbeszéltük, hogy a feladatokról nem beszélünk, pontosan azért, hogy a csapatok ne tudják, hogy mi vár majd rájuk, de voltak már előfeladatok. Ezek miről szóltak? Az előfeladat mindig egy bemutatkozó videó, amiből már ki lehet találni, hogy mi lesz a tematikája a játéknak. Azon túl, hogy a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosokat szeretnénk megszólítani, és a szakmák rejtelmeibe szeretnénk őket bevonni. Itt most az előfeladat a Párutcai fiúk musical egyik betét dalára kellett egy bemutatkozó videót készíteni, tehát igazából innen sejteni lehet, hogy a tematika az a Párutcai fiúk történet köré fog rajzolódni. Szilvén, egyelőre köszönöm, hogy a segítségre voltál, és hagyunk dolgozni, én pedig visszafordulok a kamerához, és azt kérem, hogy kövessetek minket, mert perceken belül jelentkezik a következő helyszínünkről. Sziasztok!